Idén is több millió forintba került a város óvodáinak a nyári felújítása, az udvari játékok rendbetétele. Elsőként a kötelező feladatokat végeztette el az óvoda vezetője. Ebben nagy segítséget kapott az intézmény a város kommunális szervezetének munkatársaitól. Az óvodák csak ügyeletet tartanak ilyenkor. Ez azt jelenti, hogy a városban mindig csak egy óvoda, azaz egy intézmény van, aki fogadja a gyerekeket. Nincs is szükség arra, hogy minden intézmény nyitva legyen, hisz a tapasztalatunk az, hogy egy 40-50 gyerek van városi szinten a 420 óvodásunkból, tehát úgy gondoljuk, hogy ez az ügyeleti rendszer jó, és így működik, és így jól működik. Ez idő alatt be tudjuk zárni az intézményeinket, és azokat a felújítási munkálatokat el tudjuk végezni, ami minden évben szükséges. Hát ennek alapvető eleme a messzedés és a fertőtlenítés. Ezt a bölcsödétől az óvodák helységeig mindent megcsinálunk, és ilyenkor elvégzünk. A kincskereső tagóvodában idén nyáron a tetőjavításra került sor, hiszen ez 1976-ban készült, és ma mindig probléma van vele. Itt ott beázások vannak, ebben az évben az RFV jóvoltából egy komolyabb tetőjavítást végeztünk, szintén tetőjavítást végeztünk itt a Mesóvodába is, ahol szintén szükség volt rá, hisz ez az épület is 73-ban épült. Ezen túl a parketta lakkozás, az öltözőknek a festése, a lépcsőház festése, mindazok a munkálatok, amelyek teljes kipakolással és rendezkedéssel járnak, ilyenkor megvalósulnak. Ezen kívül az udvari játékoknak a karbantartása. Ezek a fajátékok nagyon szépek és esztétikusak, de be kell vallanom, hogy nagyon sok munka van vele. A Karolina tagóvoda sem maradhatott ki a nyári felújítások sorából. Egy csoportszobát szinte teljesen felújítottunk, hisz a falak olyan repedezettek és rossz állapotúak voltak, hogy teljes gipszkartonozást kapott a terem, úgyhogy ez teljesen újszerűen és nagyon szépen elkészült, és hát így indíthatjuk a nevelésévet, valamint beépített szekrényeket építettünk, ami szintén nagyon fontos és jó, mert egy intézményben nagyon sok olyan apró dolog van, szemléltető eszközök, dekorációs anyagok, könyvek és egyéb adminisztratív dolgokhoz szükséges eszközök, amihez hely kell, és hát egy ilyen intézményben mindig helyszüke van, és hát ez most kiváló arra, hogy el tudjuk rejteni azokat a dolgokat, ami nem kell, hogy a gyerekek kezébe kerüljön. A felújítások jól szervezett munkával zajlottak le, emelte ki híradónknak az intézményvezető, és megköszönte a résztvevők munkáját.